Jó estét kívánok a nézőknek, a felelős szerkesztő Rozprim Nándor nevében is, Szijjártó Ildikó vagyok. A látványos mindenki számára szembetűnő változások az elkövetkezendő napokban kezdődnek a Dómtér, a Sétatér és a Szent István tér környékén. Miután befejeződtek a pécsi világörökség részét képező 4. századi ókeresztény temető emlékeinek régészeti munkálatai, s a cella szeptikúra, a 7-karéos kápolna feltárása, következhetnek az építészeti kivitelezések. Ezzel párhuzamosan útlezárásokkal, forgalomkorlátozásokkal is számolnunk kell, hiszen a megújuló burkolatok alatt közműfelújítások is történnek. Az UNESCO világörökségi listájára 2000-ben felkerült föld alatti emlékek, az ókeresztény sírkamrák és sírok alkotta késő római kori temető, városunk kulturális örökségének európai mércével mérve is kiemelkedő értéke és turisztikai látványossága. Erre az adottságra építve dolgoztatta ki Pécs megyei jogú város önkormányzata az ókeresztény épített és kulturális örökség hasznosításának alapelveit, majd 2004-ben elkészült a világörökségi helyszínek és műemléki környezetük fejlesztési terve. A megvalósításra 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Pécs Szópiáne Örökség KHT, a Nemzeti Fejlesztési Terv regionális operatív programjának keretéből, amely a Pécs Világöröksége turisztikai vonzerő fejlesztése című projekt végrehajtását irányítja és menedzseli. Milyen munkálatok történnek, mi és hogyan valósul meg, mikor készül el a teljes beruházás? Mai fórum műsorunkban többek között erről lesz szó. Ez a műsor azért van, hogy önökkel, akik a képernyők előtt ülnek, közösen kérdezzük meghívott vendégeinket, és természetesen a felvetésekre választ kapjunk. Éppen ezért már most arra bíztatom önöket, hogy készítsék elő a telefont, hívjanak minket, küldjenek SMS-t a képernyőn látható nem emeldíjas mobilszámra, vagy üljenek a számítógéphez és írjanak e-mailt a címünkre. Kérdezzenek, mondják el véleményüket. Köszöntöm vendégeinket, akik már is itt vannak velünk a stúdióban. Dr. Újvári Jenőt, a Pécs Szópiáne Örökség KHT ügyvezető igazgatóját. Dr. Bakman Zoltán, DLA Kossuth és Ybl díjas építészt, egyetemi tanárt, és Dr. Kukai Tibor, projektmenedzsert. Már nem először beszélgetünk erről a témáról itt ebben a stúdióban, és ennek révén a tévénézők is nyomon követhették ennek az óriási munkának minden egyes fázisát. Most hol tartunk? A kezdetekről már sok mindent hallottunk, láttuk az első kapavágásokat, és most már úgy tűnik legalábbis a munka volumenéből, hogy lassan-lassan a befejezés fele közeledik. Így van ez? Igen, és azt hiszem a laikus néző számára is ez a legérdekesebb fázis. Aki arra sétál, az látja a föltárás előzményeit, már kibontakozik a teljes látkép, és el tudja képzelni, hogy milyen is lesz ez októberben, novemberben ez a fantasztikus együttes, ami önmagában is nagyon szép, de ha majd ezt azt hiszem elmondjuk az adás során, hozzáveszünk még a környezet átalakítását, akkor Pécsről egy nagyon szép, nagyon érdekes új színfolt jelenik meg az itt lakók és a világ számára. Hogy látja ezt az építész, aki sokáig csak papíron látta, hiszen megálmodta, talán ön volt az első, aki először látta, hogy hogyan is fog ez kinézni, most, amikor már körvonalazódik, és a gyakorlatban is látjuk, hogy mi minden történik, most hogy látja a munkák állását? Valóban ez olyan, mint egy álom. Nem is a papír az sok mindent kibír. Soha nem hittem volna. Tehát mondjuk, amikor 35 évvel ezelőtt elkezdtünk ezzel foglalkozni, hogy ez az álom egyszer valóság közelbe kerül. Ha most valaki oda megy, és belenéz ebbe a feltárási területbe, ebbe a hatalmas gödörbe, és hogy kibomlik elé ez a 7-karéos csoda, akkor úgy beleborzunk. És valahogy itt kezdtem el megérteni a rómaiakat, ennél a feltárásnál, hogy tulajdonképpen mi is magyarázta azt, hogy egy ilyen hedonista, egy ilyen élvetek szerető, az élvezeteket szerető nép, hogy tért át a kereszténységre. És valahogy, ha most valaki belenéz ebbe a gödörbe, és látja ezt a 7-karéos csodát, akkor már lehet sejteni ennek az okát is. Szóval valami olyan varázslat történt, és valami olyan nagyszerűség bontakozott ott ki, hogy a valamikori római zsoldos katona, légionáros, aki itt penzióba, nyugdíjba volt, bement ebbe, akkor bizony az beleborzonghatott.
részletekről még később részletesen. Hogy látja mindezt a projektmenedzser, hiszen az egészet össze kellett hangolni. Talán ez a legnagyobb feladat. Hát igen, nagyon súlyos teher nyomja a megvalósítóknak a vállát, ugye, mert az álom, a csoda az ott van előttünk, de hát ezt valamilyen módon a közönség számára emészthető hát épületben egy olyan nagyívű hát építészeti terv alapján kell megvalósítani, hogy már sokat emlegettük ezt az úgynevezett kultúrpláza, tehát hogy a kultúráért menjenek az emberek, és itt egy több ezer négyzetméteres hát föld alatti, jelenlegi térszín alatti, de hát ez az akkori római térszínen lévő létesítményeknek a bemutatására sor kerüljön. Tehát ez egy nagyon szép álom és egy nagyon nagy csoda, de hát ezt azért a mai magyar valóságban jogszabályok, rendeletek, törvények, financiális lehetőségek és a többi mellett lehet megvalósítani. Hát ez a projektmenedzsment feladata, hogy ezt átgyúrja és a mai hát a építés szervezés és építési organizáció nyelvére lefordítsa. A vállalkozás, a közbeszerzés, a pénz, a számlafizetések és a többi nyelvére lefordítsa ezt a projektet, és hát mi ezt tesszük. Természetesen ahhoz, hogy ezek a munkálatok elkezdődhettek, szükség volt a régészeti feltárás befejezésére. A projekten belül erre a célra jelentős összeget, 300 millió forintot fordítottak. Milyen eredménnyel és mi történt a föld alatt? Többek között erről kérdeztük Visi Zsolt professzor urat, ásatás vezető régészt. A római kori ókeresztény temető központját jelentő hétkaréjos templom, vagyis a cella Szeptihóra feltárási munkálatai március végén fejeződtek be. A több helyszínen zajló és egy éve tartó folyamatos munka során az ásatásokat végzők a római kortól kezdődően szinte minden történelmi korból hozzájutottak épület vagy építmény maradványokhoz, illetve leletekhez. A régészek azóta is folyamatosan dolgoznak, és néhány hónapig még jelen is lesznek, hisz a központi helyszínen a leletek felügyeletét, a környéken pedig még feltárási munkákat végeznek, mindemellett maradt néhány része a területnek, amit eddig statikai, épületbiztonsági okok miatt nem tudtak megnyitni. Bár a régészeti tevékenység a területen javarészt befejeződött, folytatódik a komoly munka, hiszen a Pécsi Világörökség turisztikai vonzerő fejlesztése című a regionális operatív program keretében elnyert pályázat alapján idén el kell készülnie az emlékhelyeket bemutató épületkomplexumnak. A tudományos eredményeknek a komplex összefoglalása március végén elhangzott, elmondtam, leírtam, leadtam, illetve elkészült az a tervezet is, amely az új feltárások ismeretében immár konkrét javaslatot tesz arra nézve, hogy mi az, amit meg lehet, érdemes és meg kell tartani a mi emlékek közül. Ez jóval több természetesen, mint amit az eredeti állapot szerint tudtunk, hiszen nagyon sok ismeretlen terület volt még, és nagyon izgalmas új részletek kerültek elő. Természetesen római kori, de nem csak az, hanem névvándorlás és középkor, sőt törökkori, meg újkori dolgok is. Olyanok, amelyek nem voltak ismeretesek, és amelyek alapvetően átformálják a terület, a püspöki vár, püspökvár vagy középkori vár, illetve még a római temető területnek is az ismeret anyagát. A régészeti ásatásokat vezető Visi Zsolt professzor által leadott jelentést és kiegészített tervet a szakmai műemléki körök elfogadták, a dokumentum alapján kell elkészülniük az építési tervek apróbb módosításainak, továbbfejlesztésének, miután több olyan feltárt épületrész van, ami a megmutathatóság, illetve a közönség mozgatás szempontjából kritikus helyen van. Visi Zsolt szerint meg kell keresni a legkisebb kárral járó legegyszerűbb megoldást, hogy ne kelljen az együttesből elemeket elbontani, megbolygatni, mert az megbontaná a műemlék egységét is.
Az építkezés már folyik, a korábbi időszakban az ásatással párhuzamosan épület megerősítéseket végeztek, jelenleg pedig több mint egy hónapja a védőépület körítő falának alapozása tart. Egyébként a feltárt helyszínek környékén is számtalan ókori és középkori emléket rejt a föld mélye. A dómtéren az elmúlt évben talajradaros vizsgálatot végeztek, amiből kiderül, több római sírkamra mellett olyan középkori leletek vannak a területen, amikről nem is álmodtak a régészek. Tulajdonképpen a románkori püspökvárnak a történetét ennek alapján már módosítani kell, és hát lehet is. Folytatjuk a radarméréseket egyelőre, tehát ez a roncsolásmentes mérés. Nem sokára megtörténik, az egyeztetések most folynak. A bazilika belterületén, a Székesegyház altemplomában és belső területén ugyanez a felmérés, meg még néhány olyan területen, ahol ezt lehet. Reméljük, hogy sikeres és értelmezhető anyagot hoz. Ez még csak egy előzetes dolog. Aztán, hogy sor kerül erre, és mikor, és melyik részen, hogyan lehet ezt megoldani, én azt hiszem, hogy ebben nem menjünk most bele, hiszen mindenki tudja, hogy érdemes, viszont mindenki tudja azt is, hogy óriási, hát hogy mondjam, hát felbojdulást teremt egy ilyen munka azon a területen. A feltárás azonban magában rejti, hogy ugyanúgy nem lehet visszaalakítani a területet, hiszen felmerülhet a megtalált kincsek bemutatása, ami terveket, terület és felület átalakítást jelentene rendkívüli költségekkel. Ráadásul az ásatás a Székesegyház működőképességét, használatát hosszú ideig nem zavarhatja. Az emlékek tehát helyükön maradnak egyelőre, addig is a föld őrzi a múlt kincseit, Pécs értékeit. Hallottuk tehát, hogy ugyan számítottak rá, de azért a régészeket is meglepetések sorozata érte a feltárási munka során. Önöknek mennyire volt ez meglepetés, mennyire kell módosítani a terveken? Hát én a büszkeség hangján beszélhetek először. Ez ma Magyarország legnagyobb régészeti feltárása. Az utóbbi évtizedekben hasonló dologra alig került sor, talán a budavári volt ehhez hasonló nagyságrendű. A másik dolog is kézenfekvő, emlékeznünk kell néhány pillanatig azokra a régészekre, tudósokra, amatőrökre, jószándékú kutatókra, akik több mint 200 éven keresztül itt ápolták, kutatták, föltárták a római emlékeket. Sokszor elmondtuk már, hogy 1716-ban találtak először Pécset, a Nagy Lajos gimnázium mai területén római emléket, és attól az időtől kezdve az itt élő emberekben motoszkált a vágy arra, hogy megismerjék ezt a korszakot, és emiatt a pécsi öntudat is olyan irányt vett, ami múzeum alapítást tett lehetővé, és egy olyan fajta köztudatot, ami a múltat talán más helyekhez képest jobban értékel és jobban méltányolja. Az évtizedek során komoly tudósok működtek itt. Koller kanonok volt az első, aki világ, Európa hírűvé tette a dolgokat komoly tudományos leírásával. Emlékezhetünk Fülep Ferencre, Gosztonyi Gyulára, Szőnyi Ottóra, és arra a munkára, amit a Pécsi Janus Pannonius Múzeum régészeti osztálya végzett több évtizeden keresztül, és kiemelkedő tagjai ma is közöttünk vannak. Még egy dolgot azt hiszem érdemes megemlíteni, hogy ezek az alkalmak, amik itt hol 1713-ban, hol 1938-ban lendületet vettek, majdnem magányos küzdelem hangulatát terjesztették. Most történt meg először azt hiszem az, hogy a város a dolog mögé állt, és egy nagy összefogással egy komplex tervet valósít meg. Erre azt hiszem külön büszkék lehetünk, mert ez egy nagy szervezettséget, nagy összefogást, nagy szellemi összetartozást igényel. Önök is így érzik, hogy a gyümölcs most fog beérni? Hát az az igazság, hogy valóban nem szabad lebecsülni, ami az elmúlt 35 évben történt, mert iszonyú erőfeszítésekkel világhírű dolgok történtek itt. Tehát azzal, hogy már a világörökség címet elnyerte ez az együttes, már maga is dokumentálva van ez.
de végső soron egy olyan jellegű bemutatási stílust honosítottunk meg itt Pécsett, amely úgy hiszem, hogy eléggé rendhagyó a magyar műemlékvédelemben. Tudnélik, mi mindig azt mondtuk, hogy a közönségnek, tehát a múzeumi feladatkörökön bévül, nagyon fontos a tudományos kutatás, de a közművelődésre gyakorolt hatása felbecsülhetetlen értékű is. Tulajdonképpen amióta a sírkamrák újra látogathatók, tehát a mauzolom nyitotta a sort, a korsó sírkamra, az egyes sírkamra, az ötös sírkamra, iszonyú népszerűségnek örvendenek ezek az emlékek, és tulajdonképpen ez adta az erőt ahhoz, hogy megszülessen ez a pályázat, amire itt Újvári Jenő az előbb célzott, és az biztos, hogy ilyen fantasztikus körülmények még soha nem voltak, hogy 1,5 milliárdnyi pénz. Persze most, ahogy Kukai Tibort idézem, a 1,5 milliárdtól annyira nem kell hasra esni, mert egy nyomvat Tesco-nak a fele körülbelül, de műemlékre fordított pénzek szempontjából sok. Ami itt ebben érdekes, hogy először van lehetőségünk a Cella Szeptihóra révén, ami nagyságrendje és az előbb említett fenségessége miatt, egy olyan antréra, egy olyan fogadásra, ahova az ide látogató ember belép, akkor valóban kap egy olyan korszerű, a mai múzeumi attraktivitásoknak megfelelő teret, amelyben közérthetővé, magától érthetővé lehet tenni ezt a fantasztikus élményt, hogy tudnélik, itt fekszik az a temető, ahol, ha kicsit romantikusan fogalmazok, ahol az ókereszténység építészete született. Tehát egy fantasztikus dolog érhető tetten. Tehát egy időutazás, ami egy olyan élményt ad, ami a ma embere számára egy 1600 éves titokról lebbenti fel a fájcslat. Egy kicsit segítsünk a nézőknek így előre, hogy hogyan is képzeljék el ezt, mert valóban egy egyedülállóan látványos bemutatása lesz ez a Cella Szeptihórának. Mire számíthatunk? Most egyelőre még ugye kiásott gödröket látunk, és sok-sok érdekes leletet. Hogy fogjuk ezt majd látni, ha elkészül minden? Hát a gödrök már azért orientálják az embert, mert mondjuk tételezzük fel, hogy sétálunk a Széchenyi tér felől, a promenádon, odaérünk a kioszkhoz, és ha mondjuk úgy szembefordulnánk a kioszkkal, akkor a kioszk mellett a föld felszíne alatt egy folyosóval, egy tunellal, amit az ókereszténység jegyét képviselő kis vízesés, kicsit visszaidéznénk a kaszkádnak a hangulatát, tunellen keresztül lehet bejutni a Cella Szeptihóra előterébe, majd magába a Szeptihórába, tehát a hétkaréjos templomba, ahol végigjárván ezt a területet, ez egy elég nagy terület, akár 200 ember fogadására is alkalmas, majd kijövén, átmenvén a Cella Szeptihóra kőtár felé eső részéhez, egy galéria szintre feljutván, a galéria szinten végig bóklászva még egyszer rá tekinthetünk magára a Szeptihórának a hétkaréjos terére. Igazán itt lehet majd érzékelni ezt. Itt egy kicsit a fotókon lehet is látni. És ez az egész terület, most látszik a kioszk, itt a bejárat, és ezen a bejáraton most szépen megyünk, haladunk, sétálunk a Cella Szeptihóra tere felé. A Cella Szeptihóra fölött egy érdekes, a jelenlegi térszintbe rejtett szerkezet leledzik, ami fedi ezt az egészet. Egy kereszt alakú híd szerkezet, ami a püspöki átjáró felé ad egy autós közlekedést, erre merőlegesen a dómkőtár felé egy gyalogos közlekedést, és üveg födém egészíti ki ezeket. Tehát megvalósul egy egész éjszaka, egész nap nyitva tartó múzeum, szinte be lehet látni. Majd ebből a térből átjuthatunk a balusztrád fölötti térbe, tehát ahol most a templom előtt, a székesegyház előtt és a levéltár előtt az a csúnya ideglenes építmény van, annak a terébe, ahol új sírkamrák kerültek elő, a 19-es és a 20-as számú sírkamra, új értelmet kap a már meglévő 3-as számú sírkamra,
ennek a lefedése a jelenlegi térszinten történik, és ezzel a födémen belógatva ilyen függő hidakon keresztül lehet majd sétálni, és onnan fölülről lehet megnézni ezeket az előkerült új sírépítményeket. Majd innen bejuthatunk a már ismert, a közönség által ismert egyes számú sírkamrába, illetve az ötös számú sírkamrába, onnan pedig távozni lehet a dómkőtár udvarába, és így ez a történeti kör, a római kori élményvilág hirtelen átcsaphat egy másik csodába, a dómkőtár, a középkor világába. Hát ez már így is izgalmas. Kíváncsian várjuk, milyen lesz ez a valóságban. Említette ezt a bizonyos üvegtetőt. A tervek ismeretében sokan aggályosnak vélik, hogy ez vajon praktikus lesz-e a nyári nagyhőségben, meg a téli hóban, fagyban. Hogyan fogják karbantartani ennek a tetejét? Hát valóban karban kell tartani, mint mindent, ez igaz. Tehát, hogyha a nyár a kritikusabb, tehát a nyár ellen, a hőség ellen úgy lehet védekezni, hogy hűteni kell. Tehát a múzeum tere amúgy is hát légtechnikai kezelt, másrészt meg árnyékolni kell. Harmadrészt pedig eleink nagyon tudták, hogy hova kell telepíteni ezeket az építményeket, aztán a közelmúltban élő eleink pedig azt, hogy milyen fásításokat kell csinálni. Hál' Istennek elég sokáig árnyékban van, tehát akár keletről nézem, akkor a gesztenyefák adják az árnyékot, akár nyugatról, akkor pedig maga a levéltár épülete. Hát a déli napsugárzás az ad egy védekezési gondot. A téli dolog is gondot jelent valóban, itt a csúszásgátlást kell megoldani. A tapasztalat az, hogy általában mivel elég mélyre tekint le innen az ember, 5-6 méter mélyre. Nem nagyon mernek rámenni az emberek. De amúgy rászabad, nem? Rászabad, tehát akár milyen komoly súllyal is rá lehet menni. Csak valahogy pszichésen gátlást éreznek az emberek. Ilyen pszichológusokat megkérdeztük, és akkor hogy fogják ezt? Igen, de kíváncsibbak is, mondja a pszichológus. Tehát ezek valóban az újszerűség mellett okoznak némi, meg kell szokni ezt is. Tehát egy furcsa momentum lesz, de hát gondolom az élmény megéri. Bachmann úr azt mondja, hogy ez egy múzeum lesz. Valóban nem csak arról van szó, hogy kőleleteket mutatunk be, hanem szakértők dolgoznak azon, hogy ez miként válhat többé, mint egy ásatási terület, miként lehet ez valóban múzeumi látvány, egy múzeumi tér. Nagyon érdekes egyébként, hogy itt számtalan kiegészítési, magyarázási lehetőségünk van, vagyis azt a közművelődési célt kívánjuk ezzel elérni, amiről szintén a tanár úr korábban beszélt. Grandiózusak ezek a tervek. Elég lesz erre 1,5 milliárd? Hát nagyon kell gazdálkodni, hogy kijöjjön. Bachmann úr igencsak eresztette a fantáziáját, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi nekünk jutott az a gond, hogy ezt a rendelkezésre álló pénzből kihozzuk. Megoldható. Az az igazság, hogy bizonyos projekt elemek azért áldozatul esnek, mert be volt tervezve egy oktatóterem a civil közösségek háza tetőterébe, amit nem tudunk megvalósítani, de ennek más okai is vannak, ott egy nagyon szép barokk tető van, amit az Örökségvédelmi Hivatal nem szívesen engedett volna megbontani és beépíteni. Ezért aztán őszintén szólva kaptunk az alkalmon, és az itt megspórolható pénzt is a Cella Szepti órára tettük. És még más ilyen költségcsökkentő megoldásokon is gondolkodtunk, hát közösen az építész csoporttal. Az Apáca utcai műemlék együttesnél is van bizonyos tartalék lehetőség, ami egy más technológiával történő
leletbemutatással bizonyos összegeket át lehet csoportosítani. Tehát most az a feladatunk, hogy igazából vakarjuk össze a projektbe azokat az apró pénzeket, hát most az apró pénzen 1-200 milliót tessék érteni, amit hát ráfordíthatunk a Cella Szeptióránál előkerült, a régészek által feltárt többlet leleteknek a bemutatására, és ez úgy tűnik, hogy ez kezelhető. Talán nem korai arra gondolni, hogy az üzemeltetés, a fenntartás is pénzbe fog kerülni majd, ha ez elkészül. Erre van-e már fedezet? Hát nem csak arról van szó, hogy pénz van-e rá, hanem hogy milyen szervezeti keretekben történjen ez a működtetés. Mindenki jól tudja, hogy itt több tulajdonos működik. Sok emlék az egyház tulajdonában van. A kincstári vagyonigazgatóság is rendelkezik bizonyos elemekkel, a megyei önkormányzat és Pécs városa is. Össze kell tehát hangolni, hogy a turista, aki idejön, vagy a látogató, az ne érezze ezeket a feldarabolt világokat, hanem egy egységes rend is megnyilvánuljon számukra. Ezen most dolgozunk, hogy miként lehet ezt az egységes üzemeltetést megoldani. Nem könnyű, meg kell mondjam, mert mi még szeretnénk ebbe a körbe látni a Dómmúzeum látnivalóit. Reméljük, hogy megvalósul a középkori egyetem épülete 1-2 éven belül, azt is ide csatolnánk. Természetesen a Székesegyházat is ide gondoljuk, és a Székesegyház mögötti területet is, ahol egy romkert bontakozik ki, ahol az úgynevezett virágház is hasonló célokat szolgálhat, és hát a püspökség nagy magtára is idegenforgalmi érdekességként és fogadó térként is bekapcsolható ebbe a területbe. Tehát egy nagyon bonyolult szövevény ez, és ha hozzávesszük a város új szándékát, hogy a regionális operatív program második fázisában a volt tűzoltó laktanya területét, az ott látható török emlékeket is úgynevezett pufferzónaként, tehát egy védőzónaként fölfogjuk és együtt képzeljük ezt az egészet, akkor bizony egy nagyon áttekintendő, nagyon érdekes feladat ennek az egységes lebonyolítása és megoldása. Csak egy zárójelnyi megjegyzés Újvári Jenőhöz. Szóval ebben a pécsiségben azért az az igazi varázslat, hogy többkor rétegződik egymásra. Tehát amikor a világörökségről beszélünk, akkor igazán, ha vágyainkat mesélhetjük el itt, akkor arról van szó, hogy a pécsiség lényege abban van, hogy ezek a történeti korok valami olyan csodálatos szimbiózist alkotnak, kezdjük akkor a római kortól, tehát folytatván a középkorral, a középkoron belül is színes a dolog, hiszen van a török világ ugye ezen a területen.